Addig, amíg azt látjuk, hogy az ellenzéki elitnek a gazdaságpolitikai irányultsága az igazából korábbi ideológiáknak a felmelegített változata, addig nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ugyanarra, ami már egyszer megbukott Magyarországon, például a devizahitelezéssel, például a garantált profittal való közműprivatizációval, hogyha az ugyanazok az emberek és ugyanazok a gondolatok jönnének vissza, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ki az, aki szavazna egy olyan politikai erőre, ami ezzel szeretne kampányolni. Tehát én itt látok egy nagyon erős szűk keresztmetszetet, hogy adott esetben emberek fejlődésével, ugye, akik gazdaságpolitikai pozícióban vannak, és az ő belátásukkal, vagy pedig egy elit cserével lehet csak azt elérni, hogy az emberek számára egy vonzó perspektívát tudjon nyújtani az ellenzék.